Another visitor. Stay a while. Stay forever. Szervusztok, itt Normál 69, és készülünk jó barátaimmal a következő exterminátusra. Volt egy régebbi kis egységem, a bűnbocsánat, és ez az egység azóta már elavult. Egy marha nagy hajót képzeljetek el, amin nagyjából mindent kipróbáltam, amit láttam videókban, hogy sikerül-e megcsinálni, módosítani, és a többi minden ráfért, és ezért nagyon hasznos volt a gyakorlás és a szerelés megtanulásának a szempontjából itt a játékban. Védelemmel még nincsen felszerelve, karosszériája sincs igazán, ott lebeg a távolban, de egy pár kikapcsolt, mesterséges intelligenciájú, elég tartós, ilyen szép kis vitorlás hajóját a vaslovagoknak bíraktam, hogy megnézzük, hogy néhány fegyvert ugye már fölpasszítottam rá, és pusztítást akartam mondani, ki tudja miért, és csak hogy mennyire effektívek a különböző bigyók, amiket ráraktam, és mi történik az ellenséges hajókkal. Van rajta néhány AI, igen. Repent. Nem, maradj itt. És akkor csak csatára. Így. Rendben. Hát elkezdett D-vitamint adni. Ami úgy szó-szó hatásos, és hát eléggé messziről jön. Ó, és már be is indultak a kiságyúk, ahogy látom. A játék pedig elmászott degraded módba. Hát ezek a kis lövedékek, vegyes háromfajta lövedékből vannak összeállítva. Az egyik a graviton ram, amit röfőleg megdől. Ó, és bemérte a nagy ágyú is ezt a hajót, úgy látom. Jó, jön a lövedék, áll közben kis elhárító rakéták is csapódnak be. Gyönyörű az egész, most őt tart. Hoppá, és ott jönnek a kis buszok. Az valószínűleg fölrobbant a víz alatt, mert látom, hogy terjed az EMP a hajón. Igen, meg alulról kapott is egy nagy robbanást. Kicsit közelebb teleportálok. És hát igen, egy mértékben azért a repesztő EMP és a többi lövedék lehette. Vannak kis légvédelmi műtegek, ahogy jön Gábor fejlesztése, a lézerkövető stamper rakéták. Ja nem, ez nem az, bocsánat. Ezek csak a kis, kiszórok egy rakás rakétát, hogy zavarjam az ellenséget, cuccok. Mondjuk zavarja is. Közben már a következő hajót szórja. Azt szeretném látni, amikor egy ilyen kis busz betalál. Na és persze majd ez a Repent, angol nevű egység, bűnbocsánat. Ő lesz majd az ellenfele az ellenségnek a következő exterminátusban. A dobál torpedókat is. Nem, ők csak a lézer nyomdok eljöttek, és itt ilyen kis aranyosan lefordulnak. Á! Ott jönnek a tamper rakéták. Úgy. Kicsit gyorsabban. És pont a cél előtt sajnos kifogy az üzemanyaguk. De hát, egy olyan 1500 méterre vagyunk innen. És azért persze van bennük sok gonoszság, például mágnes. Igaz, hogy így ez a tamper repesztő fejez, ugye ez a rakéta tömegétől és sebességétől függ. Nem sokat használ, de van benne még azért egy jó adag robbanó töltet. Vissza is nézek oda, hogy erre felé mi történik. Ó, úgy látom pont betalált egy kis busz, lemaradtunk róla. Meglehetősen nagy pontosságú páncéltörő lövedékről beszélek, hogy mindig megy belőle az MP. Pontosan ügyel arra, hogy áthatoljon egy pár rétegen, és csak utána robbanjon be igazán.
Hoppá, és megérkeztek az ott beszórt torpedók, vagy rakéták, és tovább barátkoznak a beleivel. Ó, miért van az, hogy mindig másikat szór a nagy lövedékekkel? Na most őt kezdte el szeretni, jól van. Azt is meg lehet határozni, hogy mire lőjön inkább, hogyha beraksz meg föl kártyát, és ott jön az alsó ágyúból. Na, igen. Ez ugye a kisebbik ágyú, az alsó ágyú, ami így középtávra maga alá tud szórni. Megmutatom azért egy kicsit a hajót is, pillanás. Szóval itt, ó, az pedig a nagy ágyú. De ez az a löveg, ami már úgy szoszó meg van csinálva, lézeres rakétavetővel, szárnyas bombavetőkkel. Ezeken nincsen meghajtás, csak nagyjából megfő irányba mennek. És itt vannak a Tamper rakéták, amik meg a lézert követik. Hát remélem most ebből látszott valami. Amint fölér, be fog indulni ez a négy bombavetőcső is. Minden ágyút másfélére csinálok. Igen, a szárnyas bombák. A hátsó részen lesz az energia lézer fegyverek, első részen pedig a szilárd lőszerrel működő dolgok. Hát ez látszik is, hogy hoppá, beindultak a bombavetők. Kis, rövid csövek, de elvileg nagyon-nagyon pontosan ejtik ezeket a bombákat. Szóval a lézerek tekintetében már fejlődést várhattok el. Igen. Lehet, nem, hát pontosan eltalálták, csak ugyan. Jó dolog ez a bombavető, és már megy a másik kettő. Ez egy ilyen nagy löveg, főleg repesz lövedékeket használ. Bizonyos esetben úgy átmegy a hajón, mint kés a vajon. Ebből van kettő oldal. Vannak a pici lövegek, ezekből még lesz azt hiszem néhány a szárnyon. És itt a kis elterelő rakéta és torpedó lövők. Hát szerintem nem örül annak, hogy elrepültem felette. És itt van a kis büszkeségem, az indokolatlanul nagy ágyú. Ez nem forgótornyon van rajta, de azért 45 fokot ki tud térni. És hát elég jót tud lőni, hogyha nagyjából itt satszoljátok, hogy mit mondanak ezek az értékek, akkor most tudni fogjátok. Az illesztés nem egészen tökéletes. A lényege az ötletnek az, hogy egy könnyű szerkezetű központi egység, ami nem megy olyan gyorsan, mert különben ezek a lógászoló cuccok leszakadnak, és akkor egy első-hátsó egység. Ezekben a csatlakozó lapokban irgalmatlanul sok javítóval, tehát ezek így javítgatják egymást. Még nincsen teljesen kész, de alakul. Hát ezért is mondtam, hogy nem igazán érdemes még azt megnézni, hogy ő mennyire gyönyörű vagy nem, és közben el is intézte az egységeket. Szóval a bűnbocsánat jelenlegi formájáról jelenleg ennyi lett volna a bemutató, itt látszik, hogy már elkezdtem tervezgetni, hogy hogy nézzen ki, de átadom egy havernak, és ő fogja a karosszéliát és a megpimpelést készíteni, amire én majd még több fegyvert akasztok. Kellemes napot kívánok nektek, nekem most jó volt egy kicsit depszezni, és még fogok is, majd lesz következő rész, ott már remélem csatában tudom majd bemutatni őt. Sziasztok!